sziasztok! Én Ájövén vagyok, mellettem pedig a My Revenge felső és vényes játéka a Mikó Lórent alias Fráder áll, és hát ugye a Lenovo Y kupának vagyunk éppen az elődöntőn itt a Lurdi moziban. Fráder, hogy érzed most magad? Kicsit fáradtan, de már nagyon várom a meccset. Sajnos úgy tudtam meg, hogy picit még picit több idő, mire játszni fogunk, de legalább addig is tudunk pihenni egy picit. Na hát mindenképpen azért szükség lesz rá, hiszen mentek majd nem sokára a Belgrádba is, erre még visszatérünk. Mi a véleményed így az új pecsről most már, ha minden igaz, ezen fogtok játszani? Mennyire változtathatja meg esetleg ez a taktikákat, választásokat, tiltásokat így a csapatok között? Hát uh, igazából ez a új mastery, ez a kolosztus bátorság, vagy nem tudom, hogy mondják magyarul, uh, ezt Broken. Az összes olyan karakternek, ami tudja kihasználni rendesen, azt mindig ezt hozzák neki, és uh, nagyon abuzolható. Szóval már van is terve, a rajotnak terve arról, hogy ezt nerfeli, de tényleg konkrétan azok a karakterek, amik ezt abuzolják, azok a legjobbak, mint top lane-re, jungle-be, support is. Egy kicsit ironikus ez ugye az ősök erejét, azért vették ki, mert minden dzsungeleshez hoztam, hozta, most találtak egyet, amit minden hát CC-vel rendelkező tank fel tud használni. Minden esetre visszatérve a mai napra, mi a véleményed az erőviszonyokról, ugye a vágyal fogtok majd játszani a későbbiekben, mennyire érzitek magatokat esélyeseknek, mennyire tudtatok készülni, hiszen, mint már említettük, ugye egy szek is vár még rátok nem sokára. Hát igen, próbáltuk nem elhanyagolni ezt a kupát se, de viszont ugye, a legfőbb cél az a szek, de úgymond megbeszéltük persze a picket, banokat a Wild ellen, az beleszámít, hogy beoszták ugye ezt az új masterit, mert azért vannak változtatások, amiket figyelme kell venni, és hát igazából nagyon-nagyon a szíkre készültünk fel. Neked véleményed szerint így mennyire tetszik az új dzsungel, meg ezek a növények és hasonlók? Mi a a tárgyakról? Mm, hát, ö, na igen, ez a Redemption, meg ez a másik tárgy, és ami bejött, az az még brokenebb, mint ez a Mastery, és konkrétan mindenkinek meg lehet venni ugyanúgy, hogyha az ember megnézi event is, eddig useless volt, konkrétan senki nem játszotta, és most, hogy elkezdték ilyen tankos supportra buildelni, egyszerűen megállíthatatlan az a karakter. Top lane is ugyanez igaz, például Maokal, Nautilus, ilyen tank karakter, ami nem volt annyira jó, hogy tudja ezt a új Mastery-t elégen és baromi erősek top tírek most térünk akkor kicsit rá a szekre, hiszen ahogy te is említetted, ez a fő cél most így számotokra. Ugye ha most, ha most itt nyertek, akkor ugye holnapi napon játszani fogtok mindenképpen a play is. Mennyire érzitek azt, hogy ez esetleg talán túl sokat fog kivenni ben, belőletek, hiszen rögtön utána már indulnatok kell Belgrádba. Fel tudjátok majd venni a versenyt az ottani csapatokkal? Hát ugye, mert egy jó hónapja tudjuk, hogy megyünk Belgrádba, Ö, és azért sokszor átgondoltuk, hogy menjünk-e, vagy ne, meg kell csinálni, de úgy gondoltuk, hogy mindenképp szeretnénk képviselni a My revenge itt is, meg a kint külföldön is, Terbiában is, úgy, hogy Magyarországot is, szóval ö, pont netesen, de meg tudjuk azt csinálni, hogy még ma, vagy ma, holnap, holnap leutazunk esetleg, a, hogyha kijutunk tovább a versenyre. Minden esetre köszönöm szépen az interjút, sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, én Ájomi voltam, sziasztok!